a Magyar Olimpiai Bizottság által biztosítandó fedezett terhére. Emellett a tervek szerint a sportolók egészségügyi dokumentációjának megfelelő nyilvántartása és hozzáférhetősége érdekében komplex informatikai rendszer kerülne a sportorvosi hálózat keretében kiépítésre, mely magában foglalná a sportorvosi rendelők számítógépparkjának kialakítását, illetve felújítását is. A szükséges előzetes adatgyűjtést, egyeztetést követően az előterjesztés a kormány számára folyamatban van. A kormány döntését követően a fejlesztések, ellátások elindulhatnak. Köszönöm figyelmüket, és kérem válaszom elfogadását. Köszönöm szépen, miniszter úr. Megkérdezem Bánki Ági képviselő urat, elfogadja-e a miniszteri választ? Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr. Köszönöm szépen a korrekt és részletes válaszokat. Rendkívül megnyugtató számomra, hogy a kormány előterjesztés ebben a tárgykörben már készül, ahogy miniszter úr az imént említette, és bízom abban, hogyha azok a feladatkörök, amelyeket válaszában felsorolt, amelyek alapvetően a teljesítménydiagnosztikai mérések, a különböző szűrővizsgálatok, illetve a táplálkozási tanácsadások, azok a sportkórház keretében maradnak. Emellett nagyon fontos lenne, hogy az informatikai rendszer, amellyel gyakorlatilag végre nyomon követhetnénk a sportolók beteg útját. Láthatnánk, hogy hol, mely intézményekben, milyen típusú kezelésekben vettek részt, és ami talán még fontosabb, nyomon követhetjük, hogy milyen gyors a kezelésük utáni rehabilitáció, hiszen ez a versenysportban egy rendkívüli tényező, akkor ez a későbbiekben nem csak az olimpiára, hanem a következő időszakban is a teljes versenysport számára egy megnyugtató háttér intézményként tud funkcionálni. Úgyhogy köszönöm a válaszát, elfogadom, miniszter úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, Schiffer András, az LMP képviselője interpellációt nyújtott be a miniszterelnök úrhoz. Van-e az a pénz címmel? Az interpellációra a miniszterelnök úr megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Pintér Sándor belügyminiszter úr Kontrát Károly államtitkár urat jelölte, kérte föl. Megadom a szót Schiffer András képviselő úrnak, frakcióvezető úrnak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr! A kínai miniszterelnök látogatása során június 24-én Budapesten több tibetért tüntető aktivistát inzultáltak. Amikor a vendég az ELTÉ-re látogatott, civil ruhás rendőrök akadályozták meg őket abban, hogy tibeti zászlót lengessenek, és Tibet szabadságával kapcsolatos jelszavakat kiáltsanak. A Tibetet segítők közleménye szerint a rendőrök minden helyszínen megakadályozták a demokratikus országokban bevett, jogszerű tiltakozási módokat. A kínai miniszterelnök látogatása alatt a rendőrség megtiltotta a Magyar Falun Dafa Egyesület demonstrációját is. A demonstráción a Falun Dafa gyakorlók elleni szisztematikus állami üldözés ellen akartak tiltakozni. Híveiket Kínában kényszermunkatáborokba zárják. A magyar rendőrség a demonstrációt azért tiltotta meg, mert a közlekedés más útvonalon nem biztosítható. Az Egyesület szerint ez az indokolás mind a helyszín, mind a rendezvényen résztvevők száma miatt megalapozatlan. Nem ez az első eset, hogy Tibet melletti tüntetést tiltottak be ezzel az álságos indokkal. Az álbaloldali kormány tüntetésbetiltási álmokfutásának kezdetén 2003. februárjában a rendőrség arra hivatkozva nem engedélyezte a tibetiek 80-100 főre tervezett megmozdulását, hogy az közlekedési bonyodalmat okoz. A bíróság később jogszerűtlennek ítélte a rendőrhatósági tilalmat. A megelőző 8 évben az önök elődei soha nem ismerték el, hogy a rendőrség politikai utasításra tiltott volna meg tüntetéseket, inkább jogi trükkök százaival traktálták a közvéleményt. Önök azonban ebben az ügyben sem sokat teketóriáztak. A múlt hétfői napirend előtti felszólalásomra adott válaszában miniszterelnök úr így fogalmazott, idézem. Ezért kifejezetten mindig is fel fogunk lépni az olyan típusú megmozdulásokkal szemben, a törvény adta lehetőségeken belül, amelyek megvédik azokat a magyar állami célokat, amelyek egy-egy külföldi látogatáshoz kapcsolódnak. Az egy dolog, hogy ez a válasz nagyjából Grósz Károly hírhet 88-as sportcsarnoki beszédének hangulatát idézte fel. Az önök szándékai mögött azonban egyszerűen nem áll törvényes háttér. Magyarországon a rendőrség kizárólag két esetben tilthat meg demonstrációt, ha a rendezvény a népképviseleti szervek bíróságok működését súlyosan veszélyeztetné, vagy a közlekedés más útvonalon nem biztosítható. Éppen ezért szeretném megtudni.
A június 24-i rendőri fellépésnek melyik volt végül is a valós indoka? A BRFK vagy a miniszterelnöki válaszban foglaltak? Ki nem állított igazat? Mi volt önök szerint a rendőri intézkedések törvényes alapja? Adott-e bárki kormányzati részről utasítást ezek megakadályozására a kínai miniszterelnök látogatása kapcsán? Ha igen, ennek milyen politikai és jogi következményei lesznek? Hajlandó-e Magyarország arra, hogy egy külhatalom nyomására engedjen saját emberjogi normáiból, és például külhatalmi kérésre akadályozzon meg tüntetéseket? Brüsszel, nem Moszkva. És Peking? Köszönöm, frakcióvezető úr. A válaszadásra megadom a szót Kondrát Károly államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. 2011. június 24-én a Falun Dafa Egyesület által bejelentett demonstrációkat a rendőrség a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti eljárásban megtiltotta, bejelentett és engedélyezett tüntetés tehát nem volt. Az erkölcsi kérdések fontosak, de nem szabad figyelmen kívül hagyni azt az erkölcsi felelősséget sem, amit egy ország vezetője saját polgárik biztonsága iránt kell, hogy érezzenek. Magyarország szabad ország, nem kívánjuk megakadályozni egyetlen külföldi látogatással kapcsolatban szerveződő tüntetés vagy demonstráció létrejöttét sem. Elvárjuk azonban minden tüntetőtől, hogy ne akarják lerombolni azokat az állami célokat, amelyek Magyarország érdekét szolgálják, ezért a hatóságok kifejezetten mindig is fel fognak lépni az olyan típusú megoldásokkal szemben a törvény adta lehetőségeken belül, úgy ahogy ön egyébként idézte, amelyek megvédik azokat az állami célokat, amelyek egy-egy külföldi látogatáshoz kapcsolódnak. Szabad véleménynyilvánítás lehetséges, botrány, balhé azonban nem. Magyarország nem engedett saját emberi jogi normáiból azzal, hogy a törvényes keretek között megtiltott egy tüntetést. A tüntetések, demonstrációk szervezése és megtartása csak a gyülekezési jogról szóló törvénybe foglalt szabályok keretei között lehetséges. A rendőrség a Falun Dafa Egyesület esetében e szabályok megszegése miatt tiltotta meg a tüntetést. A Falun Dafa Egyesület által bejelentett demonstrációk megtiltása azért vált ugyanis szükségessé, mert a közlekedést nem lehetett volna másúton biztosítani. A rendőrség ezúttal is tisztán szakmai döntést hozott. A közlekedés biztonságos megszervezése során figyelemmel kellett lennie arra is, hogy a védett személyek biztonságáról, méltóságuk megőrzéséről gondoskodjon. Tisztelt képviselő úr, az uniós elnökség biztosítása érdekében az országos rendőrfőkapitány 2011. január 6-tól 2011. június 30-ig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest teljes területére, a rendőrségről szóló törvény adta felhatalmazással élve. Egyes személyekkel szemben ennek keretében került sor rendőri intézkedésekre. A rendőri intézkedések ellen senki nem terjesztett elő panaszt. A Nemzeti Együttműködés kormánya az egyesülési joggal kapcsolatos kérdések megoldására nem ad utasítást a rendőrségnek. Képviselő úr ezért hiába várja nem létező utasítások politikai és jogi következményeit, ilyenek ugyanis nem voltak. Nem engedünk a nagyon szigorú emberi jogi normáinkból, hanem a törvény adta lehetőségeken belül felléptünk a gyülekezési jog keretei között nem gyakorolható tüntetés megszervezés ellen. Meggyőződésem, hogy képviselő sem gondolhatja komolyan azt, hogy Magyarországon egyesek a gyülekezési jogokat az erre vonatkozó törvényi rendelkezések ellenére is gyakorolhatják. Kérem válaszom elfogadását. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem frakcióvezető urat, elfogadja az államtitkári választ? Ezt a választ felháborodottan visszautasítom. Ugyanolyan felháborító és törvénysértő válasz, mint amilyen törvénysértő választ adott a miniszterelnök. Az, amit ön mond, ilyen, hogy állami cél és külkapcsolatok, ilyen a gyülekezési törvényben nincsen. Államtitkár úr, én világosan idéztem önnek a gyülekezési törvény betűjét. Két törvényi klauzula van. Az, amit a miniszterelnök elmondott, és az, amit itt ön elmondott, ez nem létezik. Nem lehet államcélokra, nem lehet külkapcsolati érdekekre hivatkozva tüntetést betiltani. Önök ugyanazt a bűnös gyakorlatot követik, mint az előző kormányok. Önök akkor felháborodtak, most ugyanezt csinálják. Önök szolgalelkűségből megalázzák ezt az országot, amikor vélt külföldi elvárásra a saját törvényeiket nem tartják tiszteletben. Nem tudom elfogadni a választ, és miután sejtem, hogy kormányoldalon is eléggé sokan szégyenkeznek amiatt, amit itt önök tettek. Én azt kérem, hogy önök se fogadják el a választ, tegyék lehetővé, hogy a parlament ezt az ügyet megvizsgálja. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 187 igen szavazattal, 73 ellenében, 10 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Tóth József, az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez. Milyen segítséget nyújt a kormány az önkormányzatoknak az optikai hálózat kiépítéséért címmel? Tóth József képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Az új Széchenyi terv úgy fogalmaz, hogy az infokommunikáció, a globalizált világ valamennyi fejlődés és növekedés orientált nemzetgazdaságának az alapinfrastruktúrája. Ezért annak fejlesztését nemzeti prioritássá szükséges tenni. A kormány tervei szerint 2014-ig további 1 millió új generációs optikai hozzáférés lehetőséget kell biztosítani. Nem derül ki a tervből, hogy az önkormányzatok milyen szerepet, támogatást kapnak, kaphatnak az infokommunikációs fejlesztések során. Álláspontom szerint az önkormányzatokat célszerű bevonni az új generációs optikai hálózatok kiépítésénél. A helyhatóságok sok esetben rendelkeznek olyan infrastruktúrával, a lépítményrendszerrel, amelyet a hálózat kiépítésénél fel lehetne használni. Így a megvalósítás takarékosabb lehetne. A fejlesztésre fordított összeg önkormányzati tulajdonba lenne. A hálózatszolgáltatók részére történő bérbeadás bevételt jelentene a helyhatóságok számára. Ezekre tekintettel kérdezem tisztelt államtitkár urat, tervez-e a kormányzat pályázati forrást fordítani az új generációs optikai hálózat kiépítésére, és azok kedvezményezettei között megjelennek-e az önkormányzatok? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszadásra megadom a szót Nyitrai Zsolt államtitkár úrnak. Elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Köszönöm szépen az interpelláciát, mert ez egy jó lehetőség arra, hogy itt a parlament nyilvánosság előtt egy tájékoztatást adjak ezen a területen, ebben a mezőben eddig elvégzett munkáról és a lehetőségekről. Külön köszöntöm természetesen azokat, akik az interneten keresztül követik nyomon az országgyűlés mai ülésének a munkáját. Nos, tisztelt képviselő úr, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az egy igen széleskörű társadalmi és civil párbeszéd után készítette a digitális megújulás cselekvési tervet, amelyik egy teljesen világos iránymutatást tartalmaz a tekintetben, hogy a kormányzatnak az infokommunikációban 2010 és 2014 között milyen tervei vannak, milyen célokat tűztünk ki magunk elé. Ennek a digitális megújulás cselekvési tervnek azt kell mondjam, az egyik legfontosabb vállalása, ha úgy tetszik a lelke, az az, hogy 2013-ig 100%-ban biztosítsunk Magyarországon a szélessávú hozzáférésnek a lehetőségét. Ez egyébként teljes összhangban történik az európai digitális menetrenddel. Fölhívom tisztelt képviselő úr figyelmét, hogy pont a múlt héten jelentettük be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről, az új Széchenyi terv keretében július 1-től nyílik meg egy pályázati keret, amelyik egy 11 milliárdos keretösszegű pályázati keret, és amelyik a kis és közepes vállalkozásoknak nyújt lehetőséget arra, hogy 50%-os támogatási intenzitás mellett számítógépeket szerezzenek be, szoftvereket vásároljanak vagy frissítsenek, illetve honlapokat, webáruházakat tudjanak kialakítani, pont azért, hogy a saját termékeiket be tudják mutatni az interneten is. Én biztos vagyok abban, hogy az ilyen típusú fejlődések egyértelműen hozzájárulnak Magyarország, a magyar polgárok és a magyar vállalkozások versenyképességéhez. Arra biztatom, tisztelt képviselő, hogy ezt a pályázati lehetőséget, ezt a 11 milliárd forintos pályázati lehetőséget ön is népszerűsítse a lakóhelyén, hogy az ön körzetéből is minél több kis és közepes vállalkozást tudjon pályázni erre július 1-től. Amit még fontosnak tartok ki, hogy ezt a pályázatot 30 nap alatt kötelesek elbírálni az illetékes szervek, és egy pozitív döntést illetően 15 napon belül támogatási szerződést kell kiállítani kis és közepes vállalkozások részére.
Ami a konkrét kérdését illeti, 2011 második fél évében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a gazdaságfejlesztési operatív program keretében pályázatot ír ki a körzethálózati távközlési infrastruktúra aktív és passzív rétegeinek kiépítésére. A kiírás alapvető célja, hogy a támogatott beruházás révén technológia semleges körzethálózati, azaz a településeket a gerinchálózatba bekapcsoló csatlakozás épüljön ki, projektenként minimum egy kistérséget lefedve. Ez a pályázat segítheti az új generációs hozzáférési hálózat nagy sávszélességgel történő csatlakoztatását a magyarországi szélessávú hálózathoz. A pályázók köre a mikro, kis és középvállalkozásokra terjed ki. A GOP az Európai Unió Lisszaboni stratégiában megfogalmazott 10 célkitűzés közül 3-at, kutatásfejlesztést, innovációt, kis és közepes vállalkozásokat közvetlenül, 4 másikat, az információs társadalmat, a fenntartható erőforrás használatot és az üzleti környezetet közvetve támogat. A fejlesztési prioritások között a vállalkozások, kiemelten pedig a kis és közepes vállalkozások komplex fejlesztése szerepel. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő, az önkormányzatok számára lehetőség van, illetve lesz arra, hogy egy város intézményei a digitális írástudás elterjesztését, távoktatást, elektronikus egészségügyi alkalmazásokat és elektronikus kormányzást valósíthassanak meg, valamint több 2011-ben induló támogatási programban vegyenek részt. Tisztelt képviselő úr, kérem, hogy fogadja a válaszomat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Megkérdezem Tóth József képviselő urat, elfogadja az államtitkári választ. Tisztelt államtitkár úr, köszönöm szépen a tájékoztatót. Őszintén szerettem volna elfogadni a válaszát, amelyet nem tudok megtenni. Azért, mert nem derül ki konkrétan azból a tájékoztatóból, amit mondott, hogy az önkormányzatok számára ilyen forrás áll rendelkezésre. Jelzem azt, hogy az ön által mondott szám, ami 11 milliárd forint áll rendelkezésre, nem az önkormányzatok részére, csak az általam képviselt településen 2,5 milliárdba kerülne az optikai gerinchálózatnak a lefedése. Javaslom, fontolják meg, hogy az önkormányzatokat kapcsolják be ebbe a munkába, hisz fokozódna a verseny, nyertese a lakosság lenne, kedvezményt lehetne adni a lakosság részére, fejlesztésre lehetne fordítani, a rászorulókat lehetne támogatni, életminőséget lehetne javítani az internet nyújtotta élménnyel, és a digitális szakadékot lehetne csökkenteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 194 igen szavazattal, 86 ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Pál Béla, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez. Részesülhetnek-e a jövőben is az üdülési csekk rendszer által biztosított hasonló kedvezményben a kisnyugdíjasok, az alacsony jövedelmű többgyermekes munkavállalók, a szakmunkás tanulók és a fogyatékossággal élők címmel? Pál Béla képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának módosító javaslata szerint, amelyet a kormánypárti többség elfogadott, 2011. október 1-től megszűnik az üdülési csekk adókedvezménye, tehát megkezdődik a kivezetése a piacról. Bár az eddig vásárolt üdülési csekkeket 2012. október 1-ig fel lehet használni, ezt követően szerepét a Széchenyi pihenőkártya tölti be, amely a felhasználása alapján szűkebb körű szolgáltatásokra és csak a szálláshely igénybevételével együtt használható fel. Az üdülési csekkrendszer az elmúlt években beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a belföldi turizmus motorjává vált, és az utóbbi 2 évben az évente közel 50 milliárd forint értékben értékesített csekket 13,500 elfogadó helyen lehetett beváltani. Növelte a fogyasztást, fejlítette a gazdaságot, csökkentette a munkanélküliséget, növelte a vállalkozások nyereségét és a helyi önkormányzatok bevételét is. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány eredményéből pedig 2003 és 2010 között 28 milliárd forint jutott a kisnyugdíjasok, az alacsony jövedelmű, többgyermekes munkavállalók, a szakmunkás tanulók és a fogyatékkal élők üdültetésének támogatására.
Ez a 7 év alatt közel 1 millió fő részére tette lehetővé ezt a támogatási formát, illetve igénybevételét. 2010-ben 130 ezer rászoruló részére juttatott az alapítvány kedvezményes üdülési csekket. Az üdülési csekrendszer megszűnésével a helyére lépő Széchenyi pihenőkártya az eddig megismert szabályozás szerint nem biztosítja azt, hogy az aktív korú munkavállalókon túl a kisnyugdíjasok, szakmunkástanulók, fogyatékkal élők is részesülhessenek a kártya által nyújtott kedvezményben, és annak garanciáit sem, hogy ahogy ugyanez a kör, tehát az alacsony jövedelműek, a többgyermekes munkavállalók valamilyen kiemelt figyelmet vagy garanciát kapjanak arra az általános mindenkit megillető feltételeken túl, hogy ugyanúgy részesülnek kedvezményes üdülési csekk szolgáltatásban, vagy kedvezményes szép kártya szolgáltatásban, mint ahogy ez az elmúlt években történt. Ezért kérdezem tehát államtitkár urat, mit tesz a kormány annak érdekében, hogy a kisnyugdíjasok, az alacsony jövedelmű többgyermekes munkavállalók, a szakmunkástanulók, a fogyatékkal élők a jövőben is részesüljenek az üdülési csekkrendszer által biztosított hasonló kedvezményes üdülési, pihenési, egészségmegőrzési támogatásban. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszadásra megadom a szót Csépalvai Zoltán államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő. Azt hiszem, abban nincs nagy véleménykülönbség köztünk, hogy mindenfajta kormányzat fontos feladata és felelőssége, a rászorultak segítsége. Abban azonban úgy látom, eltérő a véleményünk, hogy a kormányzat ezt milyen eszközökkel tegye. Önnel szemben úgy gondolom, hogy gazdaságfejlesztési célú eszközrendszer nem a legmegfelelőbb szociális kérdések kezelésére. Az üdülési csekk helyébe lépő Széchenyi pihenőkártya kifejezetten és célzottan a belföldi turizmus élénkítését szolgáló gazdaságfejlesztési eszköz, ezért bevezetésének nincs közvetlen szociális vonatkozása. Talán ön is egyetért azzal, hogy az üdülési csekk rendszere a jó törekvés ellenére napjainkra eléggé ellentmondásossá vált. Egyrészt az üdülési csekk felhasználási területei idővel nagyon szerteágazóvá váltak, melyek egyre távolabb kerültek az alapvető támogatási céltól, az üdüléstől. Másrészt az üdülési csekkeknek részben a csekk formátum miatt egy készpénz helyettesítő másodlagos forgalma is piac alakul ki, ami szintén nem áll összhangba a csekk eredeti céljaival. Harmadrészt az üdülési csekk nagyon magas költséggel működő rendszer, a szolgáltatásokkal kapcsolatos jutalékok meghaladták a beváltási forgalom 10%-át. Összességében azt mondhatjuk, az üdülési csekk nem mindig hasznosult azon a helyen, és abban a mértékben, ahol kívánatos volna a turizmusban. Tisztelt képviselő úr, éppen ezért a kormány úgy döntött, hogy bevezeti a Széchenyi pihenőkártyát évi 300 ezer forintos kerettel. A kártya formátum már önmagában az egyszerűbb és gyorsabb felhasználást szolgálja. A kártya mögött lévő számlán elhelyezett összeget nem lehet készpénzre váltani, ellentétben az üdülési csekk esetében köztudottan létező, gyakran visszaérésekre is lehetőséget adó jelenséggel. A Széchenyi pihenő kártyával kapcsolatos járulékok rendszerét pedig olyan alacsony szinten határoztuk meg, hogy az jelenleg az egész kafetéria piacon a legkedvezőbb feltételeket nyújtó elem. A Széchenyi pihenő kártya forgalma után sem a munkavállalónak, sem a munkáltatónak semmilyen díj nem számítható fel, és az elfogadó helyek által fizetendő díj sem lehet több a beváltási forgalom 1,5%-ánál. A Széchenyi pihenő kártyát kizárólag szálláshellyel együttesen lehet igénybe venni, ami biztosítja azt, hogy az így elköltött pénz hatékonyan és célzottan a turizmusban hasznosuljon. Tisztelt képviselő, azt hiszem abban is egyetérthetünk, hogy csak is azok az országok képesek nagy számban vonzani a külföldi vendégeket, ahol élénk és virágzó a belföldi turizmus, a Széchenyi pihenő kártya ezt szolgálja azzal, hogy egyszerű és olcsó megoldást kínál ehhez. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az üdülési csekkhez kapcsolódó pályázati rendszer keretében az utóbbi években sok rászoruló család, nyugdíjas vagy szakmunkás tanuló nyaralhatott, pihenhetett. A rászorultak támogatását fontosnak tartjuk, de erre a célra nem a Széchenyi pihenő kártya a megfelelő eszköz.
Az elkövetkezendő időszak feladata, hogy az üdülési csekk fokozatos kivezetésével együtt megtaláljuk azokat a kormányzati intézkedési lehetőségeket, amelyek a szociálisan rászorultak támogatásának korábbi formáit pótolni tudják. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását. Köszönöm, államtitkár úr. Megkérdezem Pál Béla képviselőt, elfogadja az államtitkári választ. Válaszát valóban számos pontban egyetértünk, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy egy korszerű Széchenyi pihenőkártyarendszer működjön a következő időszakban Magyarországon. Szeretném azonban megjegyezni azt, hogy az ön által elmondottatónkon túl a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pontosan azt a munkaadói kezelési költséget, vagy éppen az elfogadóhely szolgáltató által fizetett költséget használta a szociális üdültetése, amelyet ön az előbb enyhe kritikával illetett. A válaszából az sajnos nem derült ki, mint ahogy egy hete Szatmári Kristáf államtitkár úr válaszából sem, hogy milyen konkrét elképzeléseik vannak arra vonatkozóan, hogy a szociális üdültetést milyen formában, milyen módon és milyen forrásból oldják meg. Itt tehát azt lehet kijelenteni, hogy jelenleg az üdülési csekkrendszer megszűnte után nem biztosítottak kisnyugdíjasok, az alacsony jövedelmű többgyermekes munkavállalók, a szakmunkás tanulók és a fogyatékkal élők üdültetése. Ilyen módon tehát nem tudom elfogadni a válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja-e az államtitkári választ? Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 202 igen szavazattal, 78 ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Kepli Lajos, a Jobbik képviselője interpellációt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez. Mi a kormány szándéka a Magyar Állami Földtani Intézettel címmel? Kepli Lajos képviselőt illeti a szó. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr, köszönöm szépen a szót. A kormányváltással a Magyar Állami Földtani Intézet volt kormányzati mentora, a környezetvédelmi tárca megszűnt, új finanszírozója, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem tartott rá igényt. Az intézet Stefánia úti gyönyörű székháza is veszélybe került nem először, mert a szintén itt székelő geológiai szolgálatot megszüntették. A Fejlesztési Minisztérium egyik államtitkára 2010-ben felvetette, hogy el kellene adni az épületet, amelynek ára pár évig fedezhetné a Magyar Állami Földtani Intézet működését. Röviden összefoglalom, miért fontos a MÁFI működését biztosítani és régi hatósági jogkörét visszaállítani. A Magyar Állami Földtani Intézet Magyarország legrégebbi, ma is működő tudományos kutatóintézete. Székháza Lechner Ödön tervei szerint részben Semsey Jandor földbirtokos adományából készült el 1898-99-ben szecessziós stílusban. Az épület műemléki védelem alatt áll, és annak esetleges átalakítása más célokra nem csak lehetetlen és gazdaságtalan, de jogi akadályokba is ütközik. A Magyar Állami Földtani Intézet feladatai közé tartozik az ország területének geológiai feltérképezése, alapadatok szolgáltatása a gyakorlati célú kutatás, a tervezés és döntés előkészítés számára, ásványi nyersanyagkészletek kiértékelése, új nyersanyagkutatási lehetőségek feltárása, vagy épp a földtani adatbázis fenntartása és fejlesztése, a nemzetgazdaság és az állampolgárok informálása. Ha a MÁFI-nak ma is hatósági jogköre lenne, akkor nem építettek volna hasztalan alagutakat a Lőzbe az M6-os autópályán, nem építettek volna viaduktot oda, ahová nem szükséges, nem engedélyezték volna házak építését Lőzfalra, nem engedélyezték volna a vörösiszap tározó építését és új vörösiszap tározó építésére nincsenek ma sem megfelelő szakhatóságok, megfelelő geológiai vizsgálatok birtokában. Nem engedélyezték volna az árterületre a multiáruházlánc építkezését, ami Edelény és a környező falvak tragédiáját okozta, és nem szántanák be folyamatosan a vízzel vezető árkokat. Önöknek nem volna szabad folytatni, amit az előző kormány elkezdett, elkótyavetélni a nemzeti vagyont, pótolhatatlan nemzeti értékeket, amit ezen intézmény, a benne lévő könyvtár, szellemi termék, szaktudás és a Kárpát-medence közegyűjteménye képvisel. A magyar geológia nagyjai hagyatékul hagyták gyűjteményüket az intézetnek, hogy az utókor számára fennmaradjanak. Az intézet garanciát vállalt arra, hogy megőrzi ezeket.
Önök és elődeik méltatlan helyzetbe hozták az intézményt összes munkatársával együtt, hogy fűtésre már alig, postára pedig egyáltalán nincsen anyagi fedezet. Közben külföldi cégek ki tudja milyen célból feltérképezik Magyarország területén lévő geológiai ásványkincseket. Ha a MÁFI lenne az előbb felsorolt feladatok komplex megoldására képes intézmény, mégsem őket kérték fel. Felteszem a kérdést, hogy kinek az érdeke és a szándéka ezt az intézetet tönkretenni, ellehetetleníteni. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Fónagy János államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A Magyar Állami Földtani Intézetben tavaly kialakult forráshiány miatt szükségessé vált az intézmény finanszírozhatóságának és hosszú távú működésének.